Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a jóslásnál arról van szó, amit ez a kártya középen mutat. Ez a torony jelentheti azt, hogy fogva érzed magad egy bizonyos helyzetben, vagy vannak félelmek, bizonytalanságok. Az is lehet, hogy nála vannak nehézségek, és keres egy kiútat, keres egy megoldást. Amit ez a kártya még jelent, hogy most összeomlik valami, lehet, hogy így kell, hogy legyen, mert ezután lesznek majd fontos döntések és változások. Mi hogyan változik, azt mutatják a következő kártyák. Itt újra megjelenik a torony, tehát kétszer ugyanaz a kártya, itt fogva érzitek még magatokat bizonyos helyzetben, lesznek változások. Azon kívül mindkét kártya utalhat hivatalos dolgokra is. Itt tisztázódni fog valami, tehát van egy kiút, van egy megoldás. Lesznek fontos döntések, és tisztán fogjátok látni a dolgokat. Itt a következő képen látható már a nyilvánosság, ami jelenti az elismeréseket is. A gólya utal változásokra, ugyanúgy, mint ahogy a torony középen ezt jelzi, hiszen összeomlik valami, és utána lesz egy új irány, egy új kezdet. Itt a másik torony jelentheti azt, hogy kiépítetek valamit, vagy vannak bizonyos hivatalos dolgok, amit rendezni kell. És a lilium virág jelenti azt, hogy itt tisztázódnak bizonyos dolgok. És itt a fa utal a biztonság érzetére, hiszen le tudtok gyökerezni a párkapcsolatban, a változások, ezek a döntések oda vezetnek, hogy megtaláljátok a helyeteket az életben, ahol le tudtok gyökerezni. Itt van a tisztaság, a tiszta érzelmek, az elismerések, a változások, amit a fa még jelent, a gyógyító erő. És kisüt a nap, kiderül az igazság, láthatóvá tesz valamit, a nap jelenti a vonzalmat kettőtök között. A kártyák utalnak itt változásokra. Ez a torony összeomlik, utána lesz egy új kezdet. Itt kiépül valami. Vannak hivatalos dolgok is, ahol tisztázódik valami. Itt látható a változás és a nyilvánosság. Ő felvállalja ezt a kapcsolatot a nyilvánosságon, vagy találkoztok a nyilvánosságon, vagy megvan az elismerés. Itt le tudtok gyökerezni ebben a párkapcsolatban, és itt látható a vonzalom, kiderül az igazság, sőt, ez a kártya azt is jelenti, hogy ő látni akar téged. A nagyobb változások, az új kezdet, az lehet, hogy majd úgy júniustól fog történni. Ez egy általános jóslás volt, de kérhettek ilyen rövid jóslást, vagy más jóslásokat is tőlem. A díjam az 4000 forint, asztrológiával együtt 10000 forint, de vannak mindig kedvezmények, és különösen azoknál, akik megrendelik az ingyenes havi hírlapot, hiszen minden hónapban van kedvezményes jóslás asztrológiával együtt 6000 forintért.
És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.